Sziasztok, Kerekes Gréta vagyok, a Debreceni Sportcentrum gátfutója. Idén Isztambulban 7. helyezést értem el a fedettpályás Európa bajnokságon, és gőzerővel készülök a budapesti világbajnokságra. Van-e bármi szokásod, babonád? Igazából nagyon sokáig nagyon sok babonám volt szokásom, és így ahogy teltek az évek, rájöttem, hogy nem ezen múlik, úgyhogy szépen elkezdtem elengedni, mert ugye voltak olyan versenyek, ahol akár azt nem tudtam megvalósítani, és ezért úgy döntöttem, hogy azért felnőtt profi sportolóként nem ezen kell, hogy múljon a versenyzésem. Úgyhogy egyedül egy babonám van, és ezt sokszor mondtam már, szerintem sokan tudjátok, hogy ugye nagymamámnak a nyakláncát viselem minden futáson, és anélkül tényleg nem futok. Tehát, hogy amikor pakolok versenyre, az az első, hogy az bent van-e a hátitáskámban. Verseny előtt szoktál zenét hallgatni? Ha igen, mit? Természetesen szoktam. Szerintem kevesen vagyunk, aki nem szokott. Igazából ez változó. Mostanában észrevettem magamon, hogy nagyon szeretem a magyar zenéket, ugye, mert annak tisztán értem a szövegeit, és akkor így jobban be tudom fogadni. Idén nagyon rá voltam kattanva a Miller Dávidnak a Gyöngyhajú lány című feldolgozásán, és minden versenyemet rendhagyóan azzal kezdtem. Volt olyan verseny, hogy így beállítottam, hogy újra és újra és újra játszott, tehát az nem tudom, annyira jó a hangzása, ugye a szövege is nekem, tehát azt nagyon tudom élni melegítés közben, úgyhogy köszönöm neki különösen ezt a feldolgozást. Van-e kedvenced, példaképed vagy, akire felnézel? Hát így felnőtt sportolóként nyilván nem nagy képűségből mondom, de hogy már példaképem nincsen. Nyilván kislánykoromban, fiatalként természetesen volt. Nekem Sally Pearson volt a nagyon nagy number one-om, hiszen ugye fehér gátfutóként ő a londoni olimpiát megnyerte 100 méteres gátfutásban, és nekem iszonyatos, amit ő csinált, tényleg technikailag is, és őt próbáltam követni. Mi vagy kinek a hatására kezdtél sportolni? Hát ugye nekem nagynéném Fekete Ildikó távolugró hármasugró volt, anyukám is atlétizált, ő korán abba hagyta, úgyhogy ez családban volt ez a sportág. És hát ők által ismertem meg az atlétikát, és mutatták nekem meg, úgyhogy miattuk, nekik köszönhetem, hogy itt vagyok. Miért pont az atlétika? Azon belül miért a saját számod? Igazából, hogy miért pont az atlétika, ez itt ugye, hogy a családi vonás, apukám focista volt, nagybátyám, és amúgy a foci irányba is akartam menni, tehát én szerettem volna focizni, de hát lányként nem szerették volna a szüleim. Úgyhogy 2001-ben az ifjúsági világbajnokság Debrecenben volt, és ott személyesen tapasztaltam meg az atlétikát, és magamba szívtam ott tényleg minden versenyszámot, és ott találkoztam először a 100 méteres gátfutással, és akkor én ott eldöntöttem, akkor voltam 11 éves, és akkor eldöntöttem, hogy én gátfutó leszek. És igazából az az egyetlen oka, hogy miért ezt választottam, mert akkor én úgy gondoltam, hogy síkfutó nem akarok lenni, mert a sok naív ember úgy gondolja, hogy futni mindenki tud. Na de gátat futni nem mindenki tud. Tehát erre nem tudják azt mondani, hogy jó, hát én is le tudok menni, és lefutok egy 100 métert, hanem ott van 10 gát. Inkább azt szokták kérdezni, hogy miért csinálod ezt magaddal, hogy 10 ilyen akadályt még átveszel, tehát hogy miért szivatod magad. Igazából nagyon szeretem a kihívásokat. Tehát atlétikán kívül is keresem a kihívásokat, és ezért esett a választásom a gátfutásra. Kedvenc verseny, melyik, hol és miért? Hát most mondhatnám azt, hogy az isztambuli fedettpályás Európa bajnokság, hiszen ugye 7. lettem, és egyéni csúcsot futottam ott, ugye 8-0-0-át 60 gáton,
és ha még így számügyileg nem is sikerült ezt az álomhatárt áttörnöm, azért hallottam a visszajátszásban, mert ugye ott élőben én nem tudtam, hogy ez a 8007,99996, de tényleg erre nagyon büszke vagyok, és hogy ott jött ki egy ilyen eredmény, és be tudtam verekedni magam a döntőbe, mert nem volt egyszerű helyzet, és nem is úgy utaztam Isztambulba, hogy a döntő elvárás, nem is számítottam annyira rá igazából, a középdöntőben egy felszabadult futást csináltam, és hát elég lett a döntőre. Edzőtáborokat szereted, van kedvenced? Igazából nagyon szeretem, mert az elmúlt időben, amikor itthon vagyok, azt veszem észre magamon, hogy nincs időm pihenni. Tehát tényleg, hogy 5 percet nem ülök egész nap, és amikor hazaesek este, akkor szó szerint hazaesek és összeesek. Úgyhogy az edzőtáborokat abszolút arra használom ki, hogy edzek, eszek, alszok, edzek, eszek, alszok. Tehát egy konkrétan egy feltöltődés. Tehát ott tényleg profizmus van, ugye nem kell aggódnom más miatt, nem kell kutyát sétáltatnom napi 3-szor, nem kell főznem napi 2-szer akár, tehát nem kell takarítanom, mert takarításmániás is vagyok, úgyhogy tényleg, hogy nem tudok nyugodt lenni otthon, mindig találok magamnak valami pakolás, takarítás, főzés, mosás, tehát hogy nekem nagyon jó az edzőtábor. Mennyi az aktuális világ csúcs a saját számodban? Ugye ez tavaly, ez egy nagyon friss csúcs, mert tavaly futották Oregonban a világbajnokságon, 12,20 másodperc, és itt az a durva, hogy a döntőben meg 12,12 másodpercet futott a lány, ugye Toby Amusan, a nigériai származású, csak a szeres lett, tehát hogy ez is azt mutatja, hogy a női gátfutás jelen pillanatban mennyire kemény, és nem csak világszinten, hanem Európán belül is brutális lett. Mi lehet a saját határod? Eredményben mit tartasz elérhetőnek? Én azt mondtam idén is, hogy a 8-on belüli 60 gáton az elérhető. És ezt továbbra is így gondolom, mert a 8,1 másodperces egyéni csúcsom se volt egy tökéletes futás, és ezt láthatták a tévében is, hiszen tettem egy kis kitérőt a 7-es pályára, szóval ez nem kifogás, ez tényleg nagyon szép a 8,1 másodperc telibe, de én úgy gondolom, hogyha egy tiszta futást tudtam volna produkálni, vagy majd tudok a jövőben, akkor ez tényleg 8 másodpercen belül van. Illetve a 100 méter gáton pedig én úgy gondolom, hogy 12,90 alatt biztos. Tehát, hogyha csak abból indulok ki, hogy tavaly nyáron nagyon-nagyon rossz szezonom volt, és az országos bajnokságon ugye 12,97-et futottam, majdnem egyéni csúcsot, hát akkor biztos vagyok benne, hogy egy 80 körüli az reális. Aztán, hogy most hol áll meg az óra, tehát én nem szeretek amúgy erről beszélni, mert mindig azt mondom, hogy odállok, futok, és majd meglátjuk, hogy mi hol áll meg az óra. És akkor utána eldöntjük, hogy volt-e még benne, vagy sem. Sport utáni terveid vannak. Elfoglalkozol már most vele, vagy majd később? Igazából foglalkozok vele, hiszen januárban kaptam meg a mesterdiplomámat, ugye sportközgazdász szakon, úgyhogy nyilván egyengetem a sport utáni terveimet is, hiszen nem állhat meg az élet, sajnos egyszer vége lesz ennek. Mindenképp szeretnék a sportban maradni, viszont nem a pályán, tehát hogy edzőként, aktív, tevékenykedőként nem, hiszen én nem akarom ezt az életmódot folytatni, tehát elég sokáig elhúztam az élsportolói életet, és szeretném, ha azért lennének hétvégéim, nem kéne versenyre utazni, nem kéne edzőtáborba, hiszen én is szeretnék családot, a gyereket nevelni, de el tudom képzelni, hogy egy szövetségnél, egy sportcentrumnál tevékenykedek, mint sportközgazdász.